Pacsi mindenkinek, hello, hello! Nézzük, hogy állunk Magyarországon az Árpádháza, vagyis inkább folytassuk azt, amit elkezdtünk anno. És mikrofonpróba, az jó, jó, a mikrofon az jó. Hello Ádám, hello, hello! Amit streamen kívül elkövettem, az átneveztem Magyarországot Magyarországra, illetve... Igen, a játék most valamilyen olyan szórakozik nekem. Illetve, hát a magyar az, amit mi követünk. Úgyhogy nézzük, hogy hogy állunk. Nem tudom, hogy hogy állunk igazából. Azt mondja, hogy vele beszélgetnünk kellene. Egy vazalusunk. Nagyon sok gond van, amit én tudok most jelenleg. Most beszélgetünk egy másik vazalusunkkal, úgyhogy igen. Háborúba lehetne menni, jó, ők szeretnének a királysághoz tartozni, vagyis hát ehhez a körhöz tartozni, nem, most azt nem. A címek azok jól van, megvannak maguknak, meg vannak címek, amiket így megtarthatnánk, jó. Nos, nézzük, úristen. Nem magyar a játék, csak én neveztem el, németül játszom, én neveztem el most Magyarországot. Magyarországnak amúgy itt az volt írva, hogy Ungárn. De azért szebben néz ki, hogyha az van írva, hogy Magyarország. Ide van nekem. Új. Igazából az a baj, hogy én szeretnék váltani. Mert igen, harcias irányba vittem el a karaktert. De aztán rájöttem, hogy ez nem lesz olyan jó. A kontrollom 0,3-del nő havonta, az viszont jó. Igen, azért nem tudod elolvasni, ez most teljes mértékben németül van nekem. Elméletileg úgy tudom, hogy vannak emberek, akik készítenek hozzá a magyarítást, de hát az nem... Nem egyik napról a másikra van. Igen, amúgy megint elfejtettem, de majd még a mai nap folyamán... Szeva koki, puci. Még a mai nap folyamán fogok csinálni egy parancsot, egy német parancsot, hogy miért német nekem mindig minden. Igen. Nekünk el kéne mennünk, és egy kicsit a vallásunkat gyakorolni, bár az a vicces amúgy a vallásnál, hogy utál minket a vallásunk, miközben amúgy mi vagyunk a vallás úgymond alapítói, igazából jobban mondva nagyapánk, aki a fene se tudja, itt van. A nagy Ámos Árpád ház megalapítója, már gaming, hello, meg a mindenség megalapítója és Magyarország hódítója. Ő a tátosan ennek a megalapítója, úgymond, jaj, rosszra kattintottam, és mégis utál minket a vallásunk, úgyhogy elmegyünk, és imáért fohászkodunk. Visegrád. Hát ezt elég szépen írja. Te vagy a király? Visegrád, hát ezt elég csúnyan írja. Visegrád, de itt meg már jól írja, hogy Visegrád. Ó, Istenem. El tudunk menni... Kerchbe. Az hol a pityulával? Kerch. Úristen. A halál túlsó végén van. Olbiba is. Mi? Olbia. Olbiába is el tudunk menni. Olbia, úristen, hát az még messzebb van. Ja igen, itt alapítottuk meg a tátos rendet, szóval szerintem azért, mert ők is, nem? Nem. Jó hírt kaptál? Az melyik fele, amit... Hú, koki, az melyik fele? Az a fele, amit... Amit be is jelentett, be is kellett jelentenie a városnál? Menjünk el Visegrádba, bár mondjuk Visegrád, az itt van. A saját területünkön. Egy kicsit fohászkodjunk az Istenünkhöz. Jó, rendben van. Oké. Nos, az a helyzet... A szó! Én intézek. Komolyan? Akkor lehet, hogy nem tudom, miről van szó.
Ja, ami nagy lesz és új. Remélem. Nos, ő méltósága szeretne harcolni. Akik ellen szeretne harcolni, azok ők. Igazából beszállhatunk a csatába. Mert így is gondban vagyunk. Nagyon nagy gondban vagyunk. Beszállunk a csatába. Most ilyen támogató nép leszünk a csatában. Nem tudunk hívni amúgy szövetségest? A csatába. Vannak szövetségeseink. Azt mondja, hogy... Hát egy másik útvonalat keresek inkább, és akkor a kultúra irányába. Az Isten már vagy olyan rossz izé az ablakok között mozogni, mindig meg kell várni, míg a másikra átvált. A kultúra irányába plusz 10 és plusz 10, jó. Legyen. Amúgy én mellé néztem, nem is a vallásunk után minket, mert ez a vallásunk, nem? Ez a presztízsünk. Aj, mellé néztem, nem baj. Nem baj, nem baj. Na azt akartam megnézni, na álljon meg ez az idő, mert itt amúgy úgy pörögnek a dolgok, hogy megőrülsz. Téged. Őt nem lehet háborúba hívni. Jó, te ki vagy amúgy? Amúgy én olyan dolgokról maradtam le ebben a játékban, hogy megőrültök. Például... Például, mindjárt megtalálom. Igen, itt lesz. Ez itt Björn, aki a Trónok harca sorozatot esetleg, nem a Trónok harcát, bocsánat, a Vikingek sorozatot nézte. Ez Ragnarnak a fia, Björn. Ez vasderekú Björn. És itt vannak a fiai is, a testvérei is amúgy. Ubbe ugyebár az egyik öccse. Itt van Sigurdsson is, és Csontalan Iván is itt kezdte valahol, de nem tudom, hogy hol van amúgy. És itt van Ragnar Lodbrok. Ő is megtalálható. Valahol itt volt Csontalan Iván is amúgy. Ivár, ja, itt van Csontalan Ivár. Ő is itt volt, ő már meghalt. Egyszer majd lehet, hogy valamelyik őkkel elkezdenék játszani, és amúgy ajánlja is őket a játék. Na ez Koki, ezt úgy érte nekem, hogy értsem is. Vasbordájú, ja? Vasbordájú. Hát igen. Na, mit akartam? Háborúba akartam még mindig invitálni embereket. Nem, ő azt mondta, hogy ő nem. Vagy ő mondta azt, hogy nem? Ő mondta azt, hogy nem. Téged invitálhatunk? Nem. Mert ez baj. Ővel vagyok szövetségben. Na mindegy. Akkor... Olyat teszünk, hogy kihívjuk a sereget. Aha. És ez mézi pénz. Pénzlevonással jár a téma. Jó, a királyunk az visszatért. Hova kell mennünk csatázni? Ezt kell elkódítani? Tudnám, hogy mit kell megkódítani. Nem. A medvéket kell megkódítani. Na, pont a medvéket. Jó, visszatért a útjáról a király. Azt kell megtámadnunk. Jó. A kincstárnokom meghalt. Komám. Te szerettél volna jönni ide. Na, és akkor? Veled már nem kell beszélgetnem. Jó, de viszont vele meg kell beszélgetnem. Már is jó. Alakul. Jó. Oké. Jók leszünk. Csak fel kell venni a fonalat. Kicsit itten keszekusza minden. Valahogy a presztízsemet növelni kéne, mert most nagyon egy...
Egy nem szimpatikus király vagyok amúgy. És az a baj, hogy a seregemet is a presztízsre tudom növelni. Mi? Igen. Ez baj. Ez viszont nagy baj. Jó. De viszont a vallás terén nagyon jó vagyok. Az Árpád ház az még mindig jól áll. Elég sokan vagyunk, Hajnal Árpádnak született egy fia, aki viszont már egy másik ház képviselője. Ez a szemét láda, ez a izével van együtt. A szeretője mi? A szeretője az én. Nem. És akkor hogy keveredik oda a fiú? Ja, ő. Ah, Hajnal Árpád. A fia Hajnal Árpáddal van egy... Az igen. Cikik vagytok? Na várjál már, várjál már, várjál már Magyarország. Na várjál már. Hoppá, hoppá, hoppá. Hogy keveredtek ide? Úristen, ez követni se lehet. Ezt gyerekek követni se lehet már. Na gyorsan tudjuk le ezt a háborút. Aztán térjünk vissza, ahova valók vagyunk, mert megy lefelé a presztízsünk. És ennek nem örülök. Hogyan lehetne növelni a presztízst? A halált olvasni, olvassuk a halált. Biztos. Hülye vagy. Azt mondja, hogy a vazalusaink nem nagyon szeretnek. De azt veszem észre, abban nem vagyunk jók, hogy a vazalusok szeressenek. Halnak meg sorba itt az emberek, jó? Oké. Hát igazából a harcosom az jó. Itt minden nagyon jó. Nagyon jó orvosom is. Hopp. Ez mi? Vége van a háborúnak. Ennyi volt. Vége van a háborúnak. Azt hiszem. Elvesztette az öreg a háborút, aki indította. De olyan nekem, mintha ő meg is halt volna, igen. Ő el is tűnt itt az éterben. Hát a sajnálatos amúgy. Kis csávónak jobban kéne a diplomáciára ráfeküdnie. Nem akarok harcos nevelni belőle. Illetve a testvére. A testvére, meg egy jó kincstárnak legyen. Aha, azt nem nagyon tud. Az passzol. Ha. Arcos. Tanulmányokat folytassa. Folytassa csak a tanulmányokat, és akkor minden is jó lesz. Hát igen. Azt mondja, hogy itt hogy állunk. Van olyan, aki nem is szeret minket. Ez baj. Nem is akar velünk semmit. Minek vagy itt nekünk akkor? Nem is értelek téged. Jó. A feleségünk terhes. Az amúgy jó. Az mi... Jaj, de morcos a néni. Miért tetszik morcos lenni? Meginvitál minket egy partira. Hát, hadd szóljon. De is sokat partizik amúgy az öreg. Ő a kincstárnokunk, nem? Szanyád úristenet. Az hát. Jó, stresszem az már teljes mértékben nincsen, az teljesen jó. Jó, de a kincstárnokunk az még mindig nem szeret minket annyira, amennyire kéne. Aj, mi történt? Aufgeregt. Affér.
A Bürgermeister. Bürgermeister. Pólan polgármestere? Érdekesen hangzik. Oké. És be is zárhatnám őket a börtönbe. De nem akarom bezárni őket a börtönbe. Hát akkor senki se szeret minket. Na azt mondja, hogy ha neki ajándékot adok. Már adtam neki ajándékot. Nagyon jó. Ez egy jó kis parti volt. Jó, rendben van. Incognito. Igen. Azt mondja, hogy amit meg fog történni. Jó. Nem kedvel engem, most meg kedvelni fog engem, hogyha ezt választom. Ami nekem elég jó dolog lenne. Tő jó, neki viszont keresünk egy partnert, aki mondjuk kincstárkodásban elég jó. Úgy is van. Egy asszonyt fogadunk mellé. Háborút kezdeményezhetnék. Az a baj, hogy nem tudok háborút kezdeményezni. Semmilyen formában. Heves megyében kialakítottam valamit. Jó. Ja igen, épült Langhäuser. Egy hosszú ház. Jó. Prestízsemet tudom növelni vele, az jó. Prestízsemet növelni kéne még. Na hát. És megint csuklok, hát én nem hiszem el amúgy. Ez már uncsi. Szolnok, Gyöngyös, Eger. És ide hogy lehet kialakítani településeket amúgy? Tudom. Visegrád. Én Visegrádba átteném amúgy az egész székelyemet, de... Most igazából hol vagyunk most? Heves. Hevesben van a székhelyünk, az teljesen jó amúgy. Na. Egy lányunk született. Sofia. Sofia Árpád. Jó. Sofia Árpádnak kell egy tanító néni. Nem éppen ő kéne. Olyan kell, aki tanításban jó. Ezek a hármasok, ezek jók. Te például Scholastica. Ő lesz az, aki tanítani fogja. Igen. Jó. Ő nem tudja tanítani? Miért nem? Ja de, csak ki kellene választani. Jó. Hát, hogy kicsit a néni megkedve minket, bár nem hiszem. Jó, rendben van. Sofia tanulni fog. Nagyon jó. Testvérei. Megvannak. Ez kicsoda gunda. Ez ki a tököm. De ő is taníthatta volna már, nem azért? Hello. Na mindegy. Na de akkor lehet, hogy az kéne. Fiamat is taníthatta volna akkor már az a nő. Ó. Ó, szegény. Hát nem meghalt. Egyem a szívét. Gyere. Kis pénzért jössz. Jó. Oké, rendben van. Ez is megvan.
anyukátokat. Tízszázalék, akkor kevesebbe kerülnek a... Nem. Nem, én nem fizetek most nekik semmit. Nincs arra pénzem, hogy fizessek nekik. Arrogáns lesz a fiam. Arrogáns, vagy... Mondjuk ez nekem kellene. Miért nem tudsz átváltani, válts mellett a másikra. Jó, vagy... Aha. Hát, lehet, hogy bevállalok egy kis... stresszt, de ne legyen arrogáns. Az arrogáns, az presztízsre megy, az jó. Vazalusok vele szemben kevésbé fogják szeretni, illetve... Nem leszel arrogáns. Az arrogáns az nem jó. És a diplomára megyünk rá, a diplomára fekszünk rá a fiunkkal, hogyha átveszi tőlünk az irányítást. Valaki készülnek ellenünk amúgy. Ja, már nem. Jó, levertük a lázadást. Már nem lázadnak ellenünk. Nincsen frakció ellenünk, már kezdünk itt kibékülni az emberekkel. Ez a kiskölök amúgy is mit lázadozik itt ellenem? Egy évesen a vazalus. Istenem. Nem baj. Neki még nincs utódja, szóval... Ő, ha netalántán valamilyen oknál fogva meghalna... örökölnénk a területet. Csak hát... Na. A testvérünk, a mostoha testvérünk. Ja. Azért öcsit nem kell megölni. Na, mi történt? Isteni fókusz. Isten! Ez jó is lesz nekünk. Szóval... És indíthatnánk háborút, de nem akarok. Vele is beszélgetnünk kellene, egy vazallusom. A fene vigye el. Eszterházi. Az Eszterházi család. Jó. Oké. Az a helyzet, hogy először itt beszélgetünk. A másik vazallusommal. Aztán majd vele is beszélgetünk, bár mondjuk lehet, hogy tudni kell egy kis ajándékot. Már is jobban állunk egy picivel. Nem teljesen. Mindig megnyomom a pauzét, azt nem akarom. Jó. Az a baj, még a presztízsünk nem megy fel. Addig nagyon háborúzni se tudunk, mert hiába. Egy kis buli, az mindig jól jön. Menjünk. Pont fele beszélgettek amúgy. Hoppá. A véleménye megváltozhat rólam. Jó, most már kedvel. Ennek örülök. Én szeretnék átváltani a diplomára, srácok. Így is van. Jó, átváltottunk diplomára. Diplomatikusak legyünk. Jó. Na, kivel kell beszélgetnünk? Vele.
Kezdenek megkedvelni minket az emberek. Ennek már kezdek örülni. Vazallusaink már nem néznek olyan rosszul, mert még vele beszélgetek most. Na. Erre fel. Túl sokat ivott az öreg. Azt is feláll, azt már feláll, túl sok volt tőle. Ajjajjaj, egy kicsit összeveszik mégiscsak az öreggel. Ennek nem örülök. Hát persze, ezt is beveszítsünk, pedig azt akarom növelni. Aj, Istenem. Jó, hát igen, egy kicsit sokat ittunk. Semmi gond. 20-as, nagyon jó. 20-as a diplomáciánk. Ennek én kifejezetten örülök. Szevasz, Grundár! Szevasz, szeva! Ajajajajaj, már megint háborúba hívnak. És ő még mégiscsak él? Az hogy lehetséges? Ó, Istenem. Egy 1000 fős sereg ellen, és egy, 200 fős sereg ellen. Jó, menjünk háborúba, menjünk. És most egy kicsit nagyobb intenzitással indulunk neki. Bár a presztízsem megint el fog veszni. Ha Istenem. Itt kell megtámadni. Én a legnagyobb részét akarom megtámadni. Ide megyünk. Megtámadjuk. Az élén. Kivezeti a sereget. Hát mondjuk... Gráf Károly. Mondjuk esetleg. Kivezethetné a sereget. Esetleg. Na. Pörögjön meg itt a téma. Istenem, nem jó, nem jó, az így nem lesz jó. Nagyon jó. Ő meg szeretne a tanács tagja lenni. És én meg azt mondom, hogy legyél is a tanács tagja. Tessék. Na. Jaj, de sok minden itt összegabajodott. Manipuláción. Tátos Ernő. Ernő véleményére. Ernő véleményére rólam. Nem érdekel. Na, te, gyere csak ide. Halló. Beakadtunk. Beakadtunk. Miért nem lehet lecserélni? Ő szeretne jönni ide. Hát nem hiszem el. Annyira, biztos itt a hely, hogy nem. Nem lehet mást invitálni oda, mert most megint háborút indít majd ellenem. Most ide miért nem lehet investálni senkit? Ez érdekes. Na ez most felettébb érdekes. Számomra. Senkit. Miért nem? Ja. Lehet itt őt elküldeni itt a pozíciójából. Hát az komoly azért, hogy csak úgy a pozíciójából nem lehet elküldeni. Hoppá, ide beférkőzött valaki. Az unokám. Te ki a szösszenet vagy? Hát ez is a testvérem. Látok már srácok, mert én már nem tudom, hogy hol a sereg.
Szedjük már szét őket, mert most már aztán kezdek ideges lenni. Nézd meg, is menekül a sereg, hát nézz oda! Istenem, szeretem, amikor menekül a sereg és nem lehet elkapni. A championünk meghalt. Hát az szarügy. Nem baj, mi szétverjük a seregét. De elég nehezen, de... Azt a betyár... Elkaptuk. Elkaptuk? Az árulóját elkaptuk. Na, ó, milyen kanyart vág itt a sereg. Megyünk és elegyabúgyáljuk őket. Ah, ki fognak kapni és most megint visszajönnek a pontok. Ah, Istenem, jó, akkor én fogom azt a várost azt leszedni, mert úgy látom, hogy itten nem haladunk a témában. Akkor leszedjük mi azt a sereget. A fiam. A fiam megint tanul. Aha, hát szórja a pénzt. Vagy lehet szorgos is. Lehet szorgos is a fiam, ami viszont egész pofás. Aha. Ez kell nekem. Kell rámenni. Igen. Aha. 20% presztízsem van. De ez a szülyeség, amit csinál. Legyen szorgalmas. Legyen szorgalmas a fiunk. Na hol van az a sereg? Hopp, valaki meghalt. A marsal, meghalt a marsal. Debreceni lép a színre. Jó. Pénzt kérhetünk az úriemberért. Jó. Oké, az a cím az nem a miénk. Na jönnek, jönnek, jönnek és itt csata lesz. Ezt meg kell nyerni, ezt a csatát. Uha. Kemény csata. És kikapunk. Nézd oda. Nézd oda. Mit csinálsz? A marsalunk mit csinált? Hello! Ez szép volt. Ja, nincsen vezetője a csapatnak. Hoppá! Jó, nem baj. Lezárjuk ezt a háborút. Mindjárt szerintem. Erre meg nincs pénz, mi? Uh-huh. Hát ez baj, ez bajos. Nekünk szövetségeseket kéne találni, mint mondjuk... mint mondjuk Bizánc. Mondjuk Bizánc, nekünk velük szövetséget kéne kötni, vagy mondjuk hát vele is. 43 éves. Szevasz farkas! Te vadállat! Nem volt a seregünket, azt elagyabugyálták. Besegítünk, oda nem segítünk be. Jó. Az a baj, hogy... Oda visszamennek a pofonok. Mértéktartó, maradhat. Az maradhat, apukám, az maradhat. Az a baj, orra visszamennek a pofonok, ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó, nagyon nem. A seregnek megint nincs vezetője. Na, így. Jó. Ezt itt elfoglaljuk. Új, de hangos volt.
Hát igen, amúgy olyas, mint a Hearts of Iron. De hát azt is játszottam, de ez sokkal összetettebb, mert ott igazából csak ugyebár így felülről nézve a térképet irányítod, de hát itt meg, hogy is mondjam, itt az emberekkel, mint a Sims-ben, itt az embernek a lelkével kell foglalkozni, és a családtagokkal, és azon belül a dinasztiát próbáld meg fenntartani, meg még mit tudom én mi. Nem egyszerű, nem egyszerű. Nagyon összetett az a baj, vagy hát nem baj, az jó. Szóval sokkal-sokkal összetettebb. És a dinasztiádon belül még vannak olyan házak, de most szerencsére csak az egy ház van még egyenlő, csak a egy ház van. Az szép volt, ez jó mondat volt. Egyetlen egy darab ház van még, az Árpád ház, de azt mondhatja bármikor itt a tesóka, hogy hát ne haragudj, de én egy másik házat alapítok. És akkor kilép a Árpád házból, de az Árpád dinasztián belül marad. Úgyhogy hát bonyolult, bonyolult azért. Lehet bonyolítani a dolgokat, még itt ezen belül a tanácstagokkal is foglalkozzál, mint hogyha egy trónok harca lenne, a királyi tanácsot összehívni. Szóval van benne mire figyelni, és egyszer valahol elnézed, onnantól szevasz. Igen, és nagyon sok sztori van, amit olvasni kell, figyelned kell. És nekem nincsen pénzem ilyenekre most. Az a baj, ezt a háborút, ezt megint elvesztik amúgy. Ez valahonnan szeret olyan szövetségeseket, hogy én nem tudom. 1400-as serege volt neki, nekem 2100, és maradt összesen 900 fős seregünk. Ez hogy jött össze? Nem vágom, hogy jött össze ez a dolog. A Istenem. Megint összecsapunk. Jó, a feleségünk megint terhes. Annak örülök. Érted? Ez jön az utánpótlás. Hát normálisak vagytok? Ti menjtek már innen. Az a helyzet, hogy még ezt a települést én itt leszerem, elhúzom vele a háborút, de utána itt nekem vége van a csatának. Nagyon jó egészségnek örvendünk, 32 évesen. Az is jó, a fiunk lassan felnő. Jó, diplomaterénű nagyon jó lesz. Nagyon jó. Ez gyorsan zárjátok lesz a témát, nem baj, hogy megsérültek. Úgyis zúzunk innen. Jó. Menj már innen. Ha ott elkapunk téged... Á, nem ott kaptuk el. Nem baj. Szepes falvű Bence. Hello, hello. Üdvít, üdvít. Nos, a srácokat már jó lenne hazahívni. Csatázik itt mindenki mindenkivel. Jó, a srácokat én hazahozom. Muszáj megpihenniük, mert ezt így nem bírják. Hát igazából háborúba mehetnék Moldáviáért. Annak semmi értelme nem lenne most. Jelen pillanatban. A seregem romokban. Végre elismert király vagyok. Már nem vagyok az a lenézős király. Ennek örülök. Bizánccal igyekszem összehozni a barátságot. Jó lenne Bizánccal valami szövetséget kötni, bár mondjuk elrontottam. Na mindegy. Azt mondja, hogy fiunk született Árpád. Hát ne legyen Árpád a neve. Hanem... Álmos lesz. Van már Álmos fiunk? Nincsen, ugye? Még nem álmosodott el senki. Elek, Nándor, Sophie, Árpád Árpád. Nem. Ő lesz Álmos. Nagyon jó. És Álmos fiunknak is... Hát mondjuk ő lehet a tanítója, ez igaz. Jó. Ez jogos. Az lehet a tanító. Jó. Ú, mit akartam itt hirtelen, mielőtt megjött a jelentés, hogy megszületett a gyerek. Aj, valamit akartam.
Hát ilyen hígadja nem lehet. Hát normális vagy? Ja igen. Tudom már, mit akartam, hogy szerintem rossz irányba kampányolok. És szerintem ide kéne kampányolnunk. Így is van. Papával hagyjunk fel. Papa el van magának, jó lesz ő ott valahol. De nem. Parasztlázadás. Nézd oda, parasztlázadás. Hát normális vagy parasztlázadás? Jó, és akkor papával, a fiúval beszélgetünk. A fiút kell... Ez albinó? Én ez albinó. Akkor a gyerekek is albinók. Hehe, mindenki albinó. Bizáncban az örökösök albinók. Na mindegy. Jó. Bizánccal össze kéne barátkoznunk. Nagyon jó. Azt mondja, hogy... diplomácia terén... kellene... valamit összehoznunk. Az ajándékozás legyen sikeresebb. Igen. Plusz 1% presztízs. Igen. Jó, inkább ez a téma jobban vonz engem. Jaj, nem akartam megállítani az időt. Itt mi a tököm van? Jó, hát itt a vazalusaim egymás között harcolják le éppen, hogy ki mit birtokoljon. Most én abban nem fogok beleszólni, hát most mit kezdjek vele. Jó, őket visszaküldjük, és akkor arra mentünk rá, hogy minél hamarabb összeszedje a sereget itt a nép. Jó, 9000 fő seregem van jelen pillanatban, 7 bajnokból 7 bajnok az megvan, de viszont hoppá. Téged. Mi a fene? Téged. Téged. Mi az Isten? Hát hány bajnokunk van? Te viszont legyél csak nekem itt bajnok. Sokkal jobb vagy. De viszont egyet megtartunk ebből is, mert hogyha valaki meghal, beléphet a helyére. Jó. Igazából a bajnokok szerintem egész jól állnak. Na, ezt a területet én már szerintem ki tudom magamnak harcolni. Úgy is van. Az a terület az nekem kell. Ne haragudjál, Migu, de... ez a terület nekem kell. Lojalitás vagy félelem? Várjunk, a fiunk. Ez az idősebbik fiunk. Ajajajajaj, lehet, hogy megint be kell vállalnunk érte egy kis... stresszt. Ja, mindenképpen. Bevállaljuk a fiunkért. És akkor papa elmegy vadászni. Egy kicsit le is nyugodjon közben. Mert most is vadászik éppen. De nem baj. Te ki a pityule vagy? Bajnokom és vazallusom. Hát segítünk rajta, hát kis sérülés szerzett fájdalmakat. Fájdalmakat élt át. Ez a bizánci örökös, ugye? Igen. Vele kell beszélgetnem itt most. 78% esélyem van rá, hogy megbarátkozik velem. Oké. Az utolsó levelet olvasom tőle. Amit küldött. Jó.
Ezt meg akartam támadni, Héjkás, miért mentél el onnan? Igazából ennyit kell elfogunk így is, akkor meg is vagyunk. Jó. Elméletileg Bizánc lendő örököse így is van, elkezdett minket kedvelni. Aminek örülök. Akivel még akár majd szövetséget is köthetnék. Gyerekei... Hol vannak a gyerekei? Aló, neki nincsenek gyerekei? Az annyira nem jó. Érdekes. Érdekes. Te ott mit csinálsz amúgy? Én nem is tudod ostromolni azt a várat. Te normális vagy ember? Ez egy kis pöttöm palkóval kéne beszélgetni, de nem is tudok vele beszélgetni. Így járt. Háború, nem érdekel. Most háborúzok éppen. Ez a kisebbik fiam. Maradj így. Most ez nem kell nekem a stressz. Most tőled. Triplex! Kösz szépre követést. Hello, hello. Üdvít, üdvít. Megkurítjuk ezt a kis területet, bereget. És ha bereg megvan, akkor már egész pofás lesz Magyarország. Egészen jól fog kinézni, már a hegyvonalát itt végig fogjuk tudni követni. Még nyitra van hátra. Nem akarok ott háborúzni, de most megint a presztízsem le fog menni. Nem érdekel a háborút. Ó, Istenem. Most megint egy izé. Egy utálatos király lettem emiatt, de nem akarok ott háborúzni. Most háborúzok éppen. Ki segít nekem? Senki. Na, menjtek már innen. Ennyi. A terület a miénk. Jó. És ezt a területet. Ezt oda kell adni valakinek. Te ki vagy? Te még nem vagy vazallusom, ugye? Raymond. Hello, hello. Üdvít, üdvít. Te még nem vagy vazallusom, úgyhogy te ezt a bereget ezt megkapod. Most minél több irányba szeretném szétszórni a területeket. Hogy ne legyenek belőle gondok. Ezt a címet is meg tudnám szerezni. Transzkárpátia. Vagy Transzkárpátián. Ja. Jó, hát igazából igen, már csak pénz szűkében vagyunk. De majd megszerezzük. Na, egész pofás lett Magyarország. Hello. Mondja. A nagybácsikánk, Prince Gyula, az Gyula herceg. Mi van? Ó, Isten. Prince Gyula, ah igen, hirtelen azt olvastam. Amúgy közben meg Gyula herceg. Prince. Schulz, a lurkoló Schulz megérkezett. Csá, Schulz. Jó, hát igazából én jól elharcolgattam itt magamnak, addig a... Itt a vazalusok itt osszoszkodnak egymás pofonaiban. Amúgy tökül el vagyunk. Már megint terhes az asszony. Hát mi van ezzel? Meg van őrülve? Azt a betyenet. Itt jönnek itt az emberek. A gyerekek. Na neki majd keresünk valakit. Neki már van. Neki is majd keresünk valakit. Hát az lenne a legjobb, hogyha itt tudnánk valami szövetségre szert tenni. Most én... Most várjál. Bizáncnak új királya lett? Úristen! Igen, űzőzipart.
hogy is mondjam? A tippem az olyan szinten bejött, hogy azonnal már azzal beszélgettem, aki már király is lett. Úristen. Figyelj, már nem akarsz öcseget kötni velem? Legyünk van barátok. Egy buli. Egy buliba invitálnak minket. A buli ez mindig jó amúgy, nem? Valahogy szövetséget kötnek. Kötnek énünk? Istenem. Kéne kötnünk. A buli az nagyon jó. Nagyon jó. Majd figyelj már. Osztatottan itt nem akarunk házasságot kötni? Álljon meg a békemenet. Álljon meg a békemenet. A kislány. A kislány az utód. És Bizáncot jelenleg a fiam is örökölhetné. Ha a lányjal egyetemben. Csíha. Na, szóval, Bizánc. Hát Bizánc nem kicsi. Hogy az a... Na várjál, de nem jó valami. Álmos. Ja jó, de álmos, eléggé álmos. Szövetség. Szövetség. Hát így köthetnénk szövetséget, de nem tudjuk megtenni. A fene vigye. Jó, ezt kell kiharcolni, hogy megkössük azt a szövetséget. Nyugat-Franciaország. Nyugat-franciaiak. Figyelj már, 73 éves, 53 éves, 33 éves, és vala 13 éves. Mi van veletek? Na mindegy, Magyarország. Jó, Magyarország jobban teljesít. Te szeretnél a tanács tagja lenni? Hát én azt nagyon elhiszem. Hoppá. A buli az nagyon jó volt, öcsém, csak vége van. Na ide figyelj! Mi az, hogy második? Második álmos herceg. Az igen. Egy kicsit barátkoztunk vele. Ezt már szeretem. Hát nekem nincs pénzem most ilyenekre. Megszületett Ágnes. Jó, rendben van. Vele meg nem tudunk beszélgetni, még semmi. És ő egy kis szemétláda. 5 évesen már itt okoskodni akar nekem. Ki lehet paterolni, és akkor jönne ő, aki úgy szintén nem tudom, mi beszélni se, de ő már jobban kedve. Már magadnak te... Gráf Lukács. Aha. Aha. Húha. Na, hogy egy lépcsőben elbotolj. Megbotolkálj egy lépcsőben. Tudsz már járni? Te pimasz. A pimasz kölyök. Nézd oda. A pimasz kölyök itt pofázik nekünk. Jó, hát a következő célpontunk az a Balaton kéne, hogy legyen. Hogy vagy? Hogy vagy? Hogy vagy? Kedves Kocel herzog. Hogy
Balatonhoz mi kell, hogy megtámadhassuk? Igen. Igen. Sok minden. Szevasz, Karszi. Mindig nem az enyém a magyar tenger, nagyon nem. Nem is tudom, hogy fogom megszerezni. A lány örökli utána az egészet. Kinek van már gyereke, de azok meg ott uralkodnak lent. Basszus, nem tudom. Mi az Isten? Jó, hogy van! Nyugati Franciaország, meg keleti! Jesus Christ! Most veszem észre. Csúcs van, ma izé, nem bújt el az ördög, ma előkerült belőle az ördög, és mindenbe is beleköt, néz oda. Hát néz oda, nem hiszem el. Szevasztok, hogy vagytok? Meg lehet egyeket támadni? Nem. Baj. Ez nagy baj. Bizánc, ahogy... Ujj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 
Beszélgessünk már egy arról, hogy Ágnesnek igazából mindegy, hogy mi újság van. Itt tanul az ortodoxot, az nem kell. De úgy beszélgessünk már, hogy ne verd lányomat. Tanítsd meg valami óra. A fiam felnőtt, igen. És a fiam házasságot szeretne kötni. Ugyebár a feleségével. Jó, 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 jó. És a szövetség megköttetik, ugyebár itten a, mit tudom én kine, Gönugard járlal. Egy járlal van dolgunk. Az baráti. Ezek ikrek voltak, és hol a testvéred? Várjál. Itt a testvéred. Az igen. Igen, a feleségével, nem azt akartam mondani, de igen. De figyelj, Schultz, van egy ötletem. Kösd már bele a betonba. Az maradj is ott! hogyne? Háborúba is megyünk egyből? Az Isten rúgjon meg titeket. Nem hiszem el. A szeretőm, aki utál engem és nem akar velem beszélgetni, terhes. Na, még bonyolítsuk amúgy a szálakat? Hát... Miért kell megszólalnom? Jó, Istenem! Na, most már minden felugrott. Jó. Azt mondja, hogy... Ó, Istenem. Nándor, te ki az Isten vagy? A vazallusom, aki elpusztíthatatlan. Nagyon jó. Spéte. Jó. Később visszajövök. Akkor baszolj meg. Nem tudok mit mondani. Sereg. Ezeket itt először pofán vágjuk. Mondjad. Jaj, csak nem megtörténik a dolog, hogy szegény kölök megbotlik. Most ezt nem mondod komolyan. Megbotlott szegény kölyök. Ó, de kár. Hol volt?
lőtt a kő, csak le is buktunk. Le is buktunk, hogy mi voltunk. Aminek annyira nem örülök. Álmos. Álmos fiunkat viszont oda lehetne adni neki. Vagy. De miért van ennyi álmos? Mindenki álmos. Ezt se tud megköttetni. Nem tudom, hogy hogy kéne ezt megkötni. Baj lesz ezzel a kis területtel, de mondjuk az legyen a legkisebbi baj. Ezzel a kis területtel baj lesz. Most ő velem van? Várjál már, mert most mi van? Én rossz irányba támarok. Ez itt a baj. Teljesen jók vagyunk, rossz irányba támarok. Se baj. Jöttök vagy. Jó van. Csá. Még azt mondja, a szövetség. Hát normális az ember. A címek mennyivel? 20%-a. 20%-a kevesebbe kerülnek. Igen. Vazallusok jobban szeretnek itt minket. Igen. Ó, szövetséget tudok kötni, házasság nélkül is. Na, ezt már szeretem, ezt akartam. Ezt akartam hallani, jó. De hogy ki a töksli-möksli vagy? Ja, hogy a vazallusom nekem szövetséget ajánlott. De jó nekem. De kemény vagy. Na. Ábel, fiam megszületett, aki nem teljes mértékben az asszonytól született. Balázs, hello, hello, üdvít. Vannak itten gondok? Jó. Na, a seregem viszont már most már jó helyre megy. Ennek örülök. Schultz, nem erje semmit sem szólni. Nézd meg, milyen szép nagy lett a család. A neved. Azt szar, hogyha ropja a neved. Hát, komám. Tax Channelit. Remélem, jól mondtam. Köszönöm szépen a követést. Hello, hello. Ti szerintem direkt úgy csináltok a neveket, hogy ingyen nehezebb lehet senki mondani. Ezt itt támad már meg, öcsém. Nem így akartam. Mi az, hogy némelyik nem az én vérem? Miről beszélsz? Itt mindenki az én vérem. Itt mindenki az én vérem. Az más kérdés, hogy más asszonytól van. De az én nevem szerepel mellette. Megnézitek? Ez mind az én vérem. Teljesen jók vagyunk. Hoppá, amúgy a bratyó is itt hozza a formáját, úgy látom. Itt, ami nem az én vérünk, vagy a mi vérünk, nem a mi családunkhoz tartozik, már azok itten vannak. Na de. Mi történt? Háborúnak vége. Köszönjük szépen, MSZ-e. A sereget feloszlattuk, köszönjük. Jó. Háborúba mehetnénk Moldáviával szemben, nem szeretnénk, köszönjük szépen. Nagyon jó. Oké. Okay. Hogy állunk arccal a földnek? Hát mondjuk amúgy Koki, mire visszajön a nyaralásból, nevezzük így nyaralásnak, addigra már csak összejön a dolog, amit akarunk, igen. Addigra már jó lenne.
A Prestige-en milyen szépen megugrott. Annak örülök. És léphetnénk már a kettes szintre. Ami azt jelenteni nekünk... Igen, kicsit erősebbek lennénk. A farkas, azért ne gondold túl a dolgokat, ne félj! Ne félj, amik minket látsz! Vagyis hát nem látsz, de... Ne fossz, mert béke van. Figyelj már, azt a fiaddal jobban kéne lennünk. Figyelj már, majd én... Hát akkor nem. Akkor hagyja békén. Jó. Rám a melletti területet? Várjál, van olyan? Hol látod? Ráma. Csak én nem látom, hogy ez hol van. Ráma, megvan Ráma. Megvan Ráma. Mindjárt. A legrosszabb vendéget. És te ki vagy amúgy? Egy vazalusom vagy. Jó, jobban kiismeri az úriember. A ráma melletti területet melyikre gondolsz amúgy? Erre gondolsz, ami Slavónien, Szlovánia, Slavónien, az mi? Szlovénia. Vagy a Cahumlichia. Cahumlichia, nem tudom. Vagy erre gondolsz, a macfa. Melyikre gondolsz? Megvan Ráma. Gyere, írom nekik, hogy margarin. Jaj, áll. Akkor szerintem erre gondolsz. A macfa. Barátom lett az úriember, de jó. Most az miért jó nekem, hogy a barátom lett? Tudnám néha, hogy mi miért jó. Igen. Levertük a lázadást szerintem. Nem, még egy lázadásunk van. Az Isten rúgja meg ezeket a lázadásokat. És mi lenne, hogyha növelném... Most már be tudok zárni bárkit. Igen, én szeretném. Én szeretném növelni, és innentől kezdve most már bárkit be lehet zárni, hogyha arról van szó. Nagyon jó. Igen, igen. Hogyne, részt veszünk a csatára. Schultz, te önmagadban egy lázadó ember vagy. Ja, mi? Árpád! Azt mondja, hogy Árpád házasodni szeretne. Te ki a töxli-möxli vagy? A féltestvérünk. Jó. Házasodni szeretne Árpád. Az anyárat. Na, akkor szövetséges szeretnék keresni neked. És ami fontos lenne, hogy nem tudom. Ezek nem nagy szövetségek amúgy. Nem mondjak. Ezek a legnagyobb seregek? Most lefelé vannak a legnagyobb seregek. Nem sereg alapján van beállítva szerintem. Ennek mi a neve? Nem tudom. Alapján lehetne jót keresni. Ilyen gnómok biztos, hogy nem kellenek.
ebben sose vagyok jó amúgy, hogy keressek. Lehet az alapján is nézni, mennyire jó tudása. Mértéktartó. Szarista állat. Cinikus és szorgos. Ez mi? Áj, ez nem jó. Ez betegséget ad. Ah, igen, itt szoktam elakadni. Ez szerintem jó lesz. Csak egy kis huszár gyereknek a... Aj, nem tudom. Nem tudom. Jaj. Azt a mekkora sereged van, hé. Hol volt? Margaret, az anyát tyúkja, nem hogy voltál? Na de várjál, én már velük diplomáciában állok. Jó. Legyen. Legyen hát. Csak jött tökön vagy. Csak amit te ne lázadozzál, mert megőrülök tőled. És hogy lázadozni mehetsz itt nekem. Amúgy. Ennyi. Egy lázadás leverve. Még valaki akar lázadozni? Azt mondja, hogy a kontrollom az itt nem jó. Jó, hát a kontrollon azon tudunk segíteni, srácok. Nem gond. Hát erőszakkal, akkor erőszakkal. Segítünk mi rajta, ne aggódjál. Te mit szeretnél? A tanács tagja szeretnél lenni? Értem. Jó, akkor figyelj. Kapsz tőlem egy kis ajándékot, azt. Maradj csöndben. Jó! Nándor és Danute házasságot szeretnének kötni most már végre. Jó, hát kössetek házasságot, hát bánom is én. Ki a Nándor? Nándor, itt van Nándor, jó. Elek, Nándor, Sophie. Sophie-nak lehetne majd férjet keresni már lassan. Neki is. Neki is. És Ávelnak is. Jó. Szú, Jesus. Azt kéne megnézni. Még amit megnézünk, hogy fiú, nem fiú gyermeknek, lány gyermeknek jobban találunk olyan szövetségest, aki erősebb. Hát azért ne a nagy bácsikátot adjuk már hozzá, már ne haragudj meg, de na. Azért az kicsit durva lenne, jó? Kösz, hello. Hanem van itt egy ilyen kölök? Nem vele, nem? Nem. Az baj. Hogy tart ez a háború? Mert nagyon rosszul áll a háború, hogy elnézem. Hova megyünk? Oda fel. Jó, ezt a kis sereget itt elintézzük. Azt nem intézzük, ezt a sereget. Az a baj, az öreg az mindjárt kikap. Háborúban. Ha? Hát fenni, te sétálsz ott lefele, én meg közben szétszedem a fővárosodat. Nekem az is jó. Vele beszélgessünk, mert rosszban vagyunk. Kontrollunk az kevés, de azon gyógyítunk. Jó. Szétverik az öreget. Ugye megindítom én mindjárt ellened ezt a háborút. Az öreg kapja a pofonokat sorban. A kontrollunk az nő, jó. Igazából én itt meg tudom nyerni a háborút. De az öreg fogja elveszíteni az egész háborút, ha így haladunk. Lesz itt a sorsa mindennek. Két hónap alatt leverjük ezt a részt itt. Mikor az öreg összeszedte magát, nem rossz, nem rossz. 3000 fős sereg a 3000 fős sereg ellen.
Az baj. Hívtok szövetségeseket, én is hívok szövetségeseket. Nem, szórakozunk. Jó, ez itt mindjárt megvan. Nem gyorsítjuk be, mert akkor nagyon sokat vesztünk. 8 nap. És van. Igazából azt nem értem, hogy miért nem több presztízsünk. Vagy mink. Érdekes, érdekesen történnek itt a dolgok. Nem nagyon értem néha, hogy mi újság van. Itt ilyen kisebb csapatok itt kolbászolnak közben. Itt úgy szintén nem értek. Vazallusom is itten el van magának. Beszélgetünk még vele egy kicsit. Vagyunk, háborúzunk még mindig itt. Jó, srácok, én hívok ide egy szövetségest, mert ez itt így. Ez a... Legyünk már izé... Baj! Milyen nincsen szövetségesem, akit lehet hívni a csatába? Az Isten rúgja meg. Meg csatázik, úgyhogy jó, hogy ott van a háborúban. Ó, Istenem. Majd 3000 fős a sereg, amivel támadunk. Hát mindjárt kiderül, hogy mi újság van. 54%-ra állunk, most már jobbak vagyunk. Az nem érdekel. Vazallus szeretne belépni a... Hát egy barátunk meghalt. Sose jó, ha meghal egy jó barát. Jajjaj. Jó. A kontrollt azt növeljük. Jó, rendben van. Te miért nem szeretsz? Azt te miért nem szeretsz? Mi van veletek? Szeressetek? Szeled mi van? Na azért. Még valaki? Hát a barátunk üzent egy semmit. Köszönjük szépen. Most hova megy a sereg? Meg kell ütközni ezzel a sereggel. Muszáj, ha ezt legyőzzük, akkor már... Már is jobban állunk a háború terén. Na, hogy ez a... Még egy barátunk meghalt. A fene vigyel. Először is. Elek. Elek linyütike. A fiunk. Az, aki segíteni fog itt nekünk a diplomáciában. Na figyelj, öreg! Az a csata már nagyon jól áll. Csak még... Mindig szarakodunk itt. Már levertem a sereget. Kontrollt azt növeljük. Csanát szeretne a... Mindegy. Azt te miért vagy ilyen izé ellenséges? Vazallus. Csak egy dolog, hogy az vazallus agresszív, de hogy ő is agresszív. Na, ez nem jó. Fene vigyel.
beszélgetnünk kell, mert ő nagyon-nagyon haragszik ránk, mindenki más kicsit haragszik ránk. Ezt ajándékot itten senkinek se tudunk küldeni. Jó, hát mindenkivel el kell beszélgetni, mert bajok vannak. Nagyon nagy bajok vannak. Hát ez nem tudok mit csinálni, ő nem fog ide jönni, ez meg itt növekszik, jó közi. Oké. Vannak itten gondok. Prestige. A prestizsemet 1%-kal tudom növelni. Hát inkább ez az, ami érdekel itt engem most. Jó, rendben van. Velem akar itt nézni. Szórakozom itten. Jó. A csata még mindig nem dőlt el. De eldőlt, jó van. 100%-ra eldőlt a csata. Ennek örülök, jó. A sereget vissza lehet vonni, nagyon jó. Király. Ennek örülök, és akkor... Pest. Pest az egyik székhelye most már. A vallásnak. Jó. Újra egy kicsit nevesebb király vagyok, aminek örülök. Ennek nagyon tudok örülni most, és most elmegyünk vadászni. Nem tudunk elmenni vadászni. Az baj. Na, viszont baj. Az viszont elég nagy baj, nem tudunk elmenni vadászni. Jó, Bizánccal a kapcsolatunk még mindig jó. Szeretném megnyerni a barátságát. Most nem. Most a vazalusaimmal kell beszélgetnem. Szeretne a tanács tagja lenni, a vazalusom. Hát figyelj barátom, ezt most engedjük el. Jó. Te nem leszel a tanács tagja. Neked keresünk egy férjet. Aki itt maradna, és jó harcos, úgy is van. A sógrom. Sógrom, vazallusom, meg minden istenyilám. És ő Károly sokkal jobb lenne ide. Így is van. Így is van. Hát megpróbáljuk itt helyrehozni a dolgokat. Így is van. Egy gyerkőcöt be lehetne ajánlani neki, hogy akár harcos is legyen. Hát mi van veled? Te ki vagy? Te ki az? Ki a te apád? Hát ezek ikrek lettek. Édesanyád, hát ezek hányos ikrek? Hármas ikrek. Az hogy jön össze? De hogy vagy ikerpár, hogyha... Várjál már.
Egy dupla-dupla ikrek. Az igen. Te se szórakozol, öcsém. A fiam az nem szórakozik, az ikreket szül. Ő, vagyis ő nem ő, hanem a felesége. Lukkon, papa. Kösz szépen a kötést. Hello, hello. Na most mi történt? Ajajajajajaj. Egy kicsit stresszes lesz a király, de akkor se leszek. Sem alkoholista, sem önsanyargató. Rendben van. Itt megnyerhetném magunknak. Jó. Az baj, a vazalusainkkal nagyon rosszul állunk. Az egyik vazalusunk az kifejezetten. Figyelj már, te most már kedvelni fogsz engem, azt én látom. Vele most beszélgetek, te kedvelni fogsz engem, azt is látom. Jó. Te egy kis dugóhúzó vagy, úgyhogy kedvelje csak engem, köszi. Van pénz lóvéra, elfogyott a pénz lóvéra. Veled még beszélgetek? Lukkon, papa, nem. Nem ingyenes a játék. De gyorsan meg is mondom neked, kérlek szépen. Két lehetőséged van. Eldöntheted, melyiket szeretnéd. Jelen pillanatban Steamen 50 euróba kerül a játék, vagy előváltasz Xbox Game Passra, PC-s verzióra, és akkor ott kipróbálhatod a játékot, és ha jól tudom, az Xbox Game Pass az első hónapban 300 forintba kerül, utána pedig 10 euró, ami ilyen durván 3600 forint most jelen pillanatban, vagy valahogy így van. És az Xbox Game Passon belül megtalálható az a játék. Na, akkor majdnem eltaláltam, igen. Vele még mindig nem tudok beszélgetni. Ezt a háborút nem szeretném, köszönöm. De mondom, hogy ha nem volt még Xbox Game Passod PC-re, akkor 300 forintért egy hónapig ingyen, vagy hát ingyen nem, 300 forintért játszhatsz bármelyik játékkal, ami ott megtalálható, és ez a játék is ugyanúgy benne van. Úgyhogy az egy megoldás lehet arra, hogy egy 50 eurós játékkal 300 forintért egy hónapon át játszhass. Nem. Ezt durván olyan 5 óráig terveztem, utána megmozgatom csontjaimat, egészségügyi szünetet tartok, és utána kutyanézést szeretnék, Watch Dogs-ot. Vagy nézzük kutyát. Szeretnék játszani. Csak ez a játék is már nagyon hiányzott nekem, úgyhogy muszáj voltam egy kicsit ideülni elé. Jó, nem állunk olyan rosszul amúgy. Az oxigén hiányzik. Hiányzik az oxigén. Tilis Grunder. Jó, hát igazából az a vazalusom is most már kicsit barátibban áll hozzánk, úgyhogy azt mondom, hogy veled felfüggesztem a tárgyalásokat. Ajándékot azt nem tudok neked adni, nem is érdekel akkor. A téma. Vele beszélgetni nem tudok. Börtönbe bezárhatnám, oda nem szerint. Na jó, csak a... Volt, ahol így láttam, hogy nézőkutyákkal játszik. Volt, ahol így láttam. Van pénz lóvéra. Veled beszélgetünk, és akkor majd még itt lesz egy kis elintézni való. Jó. Rendben van. Igazából kezd egy kicsit nyugis lenni itt a téma. Az a baj, hogy kicsit idegesek vagyunk, igen. Összeszerünk egy kis manit, és akkor elmegyünk vadászni, illetve
még több bányt, és akkor egy kis bulit is lehetne tartani. Na majd meglátjuk, valahonnan pénzt szeret. Pénzt kellene keríteni. Évesen így, 69 éves nővel? Hát figyelj, bátya, te tudod. Én se tudom. Én se tudom. Kis banya. Tudom, hogy vele nem tudok beszélgetni, nem óhajt velem beszélgetni, nem tudok velem mit csinálni. De aki őt követni fogja, az se tudok beszélgetni, az Isten rúgja meg az asszony, meg még terhes. Hát nézd már oda, mi van veled? Hát mi van veled, asszony? Az asszony az nem szarakodik. Hát ő, mondjuk ő ne is szüljön. Azt ő vele mi van? Ő nem akar szülni? Ő is szülhetne, nem? 51 évesen mondjuk már nem. Nem biztos, hogy kéne. Inkább akkor már ő. Az affér. Most kivel beszélgetek amúgy, jó? Innen is legyen még gyerek? Á, 90% az esélyre. Hoppá. Ez valami háború. Háborúba megyünk? Hát te bolond vagy? More, hát bolond vagy? Biztos, hogy nem megyek abba a háborúba. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem megyek abba a háborúba, hát meg vagy veszve. Hát de nézd már, igen, igen, menjünk. Háborúzzunk, hát. Jesus. Igazából csak azt vettem észre, hogy elég jó a sereg. Mehetünk is, akkor így nem veszítünk, nem vagyunk puszedlik. Ki ellen harcolunk? Itt ezek ellen harcolunk. Ide megyünk területet foglalni. Jó. Ez nem lesz gyenge háború, az már biztos igaz. Az biztos igaz, hogy ez nem lesz gyenge háború. Hívjuk Auszalának. Auszala Árpád. Mint ahogy őt hívták. Hát hívjuk úgy. Putyin Gaming. Hello, hello. Üdvít, üdvít. A seregünk az elindult. Hoppá. És meg is betegedett a kislányunk. Ami nem jó. Ami nagyon nem jó. Iszákos az asszony. Az szép.
Az szép, az asszony iszákos. Na szép, mit csatázunk, az asszony meg iszákos. Igazából basszus. Ez a Cesária, vagy nem is tudom minek hívják, ez elég nagy basszus kulacs. Úristen. 5500 fős sereg. Mondjuk innen szabadultunk fel. Kabaret is. Mondd még egyszer. Kincstárnakon meghalt. Az nem jó. Nagyon nem jó, mert nagyon rosszul állunk kincstárnokok terén. Keresni kell lesz egy új kincstárnokot. Nem téged szeretnélek, hogy tanítsd. Bocsánat, csak rákat intottam, mert nem néztem meg, hogy mi újság van. Hát akkor legyen ő. Is van. Nem adom. Neked nem adom súlyt. Így azt hiszem, itt egész jól fogunk állni. Jó a sereg létszám, úgy látom. Egy 2900 fős sereggel itt becsatlakozunk. Szép lesz. Igazából hol a központ? Itt most... Úgy lehet, hogy ez az ország itt össze fog omlani, mert mindenhonnan támadják. Nem örvendünk túl jó egészségnek, az a baj. Kit lehetne még egészséget kiharcolni? Ki kéne húzni egy ágat amúgy. Jó, elkezdtünk ostromolni, ennek örülök. Tudom, hogy mi mindig nem lehet vele beszélgetni, ezzel nem tudok mit kezdeni. Méltányos ajánlatod van? Te mocskos állat, mi? Hol van Schulz? Megigyeztem. Beszélgetek amúgy valakivel? Aha. De már nincs rá szükség. Jó. Te meg akart engem ölni. Ugye majd egy kis ajándék. Cső. T.N. Dave. Köszi szépen a követést. Hello, hello. Üdvitt! Jajjajj, álljatok már meg, mert most már aztán vannak bajok. Na, Bizánc, te még maradj. Bonász Ferenc Máti, hello, hello. Így is van. Az a maci. Így is van. Így is van. Ez az a maci. Hát engem most fosztogatnak, de most az a legkevésbé sem érdekel. A pénz, az inkább érdekel. Kösz, hello. Ja, hogy te még amúgy a tanács tagja is szeretnél lenni, az közben meg utálsz engem, mi? Na gyere! Az anyád úristenit, új, de megverlek. Na fogod ezt az ajándékot, azt beszélgessünk, mert most már aztán irgumburgum lesz meg mi egyebek. Na, csak összejön mindenkivel a beszélgetés. Köszi szépen, Molnár Ferenc Máté a követést. Hello, hello! Nézd oda, csak megpuhítjuk. Hol vagy az anyád úristenit? Most már vigyorogsz, mi? Mi? Persze!
Az unokámmal vagy együtt, vagy kivel vagy te együtt? Haló? Hát nem, az unoköcsém inkább az. Csak a pénz, hát ez egyértelmű. Úristen, na nézd, a beférkőzik a családba amúgy. Na várjál, hogy van? A testvérem. Fia, de melyik? Imre, fia. Jó? Beférkőzik itt a családba, nézd, aztán meg már szórakozik itt nekem. De várjál, ezt a házatnak, ennek a háznak a címerét én láttam itt valahol. Mutasd magad! Ja, az nem az. Szerencsét. Szerencsét? Szerencsétek! Jó, ő meg már Éva zápolya lett. Meg zápolya lett. Jézus szíve. Na, azt mondja, most itt vagyunk. A fiamnak meg csodálatosan szép ikrei születtek. Egyszer, meg még egyszer. Meg egy egyszerű lánya is van. Milyen szép magyar neve van, Kunigunda Árpád, Erzsébet, Elek, Linütikka, Istenem. A nagyapja csodás nevét megkapta, de jó nekem. Ajajajajaj, van itt baj. Na, hol tartunk? Csatázunk. Elfoglaltuk, ne ácsorogjunk, menjünk tovább, gyerünk. Oh, megnyugtatnak minket. Melyik mi az a név, az a... Kinő, kunú, kaná, kinadiga, vagy mi volt? Kunigunda. Ez már majdnem olyan, mint Anululu. Anululu, ja, Anululu. Valakinek majd ilyen nevet adunk, akkor jó. Anululu, az lesz a neve, Anululu. Na mi van már, barátkozol velem? Uj, az anyád úristen itt. Uj, de mérges vagyok rád, mi? Mi történt? Kaptunk egy területet. Miért kaptunk területet? Mi által és hogyan is kitől? Kolompár. Ugye? Miáltal hogyan is kitől kaptunk területet, az a miénk volt eddig is. Azt hiszem az is. Az is a miénk volt. Ez lett az a terület, amit megkaptunk. Húha! Álmos Árpád fi. Hát nem a családban osztjuk el most. Te ki vagy? Te még nem vagy a vazallusom és senkim se vagy. Jó, figyelj, én adok neked egy területet. Van gyereked, feleséged, semmi sincs. Ó, Istenem, miért nincs semmid? Úgy látom, pihentek vagytok ma. Ez a lényeg. Ez a lényeg! Nyolcból nyolc az bajnok. Itt vannak olyan bajnokok is, akik nem is kéne bajnoknak lenni. Maradj már. Na, te akkor még lehetsz bajnok, és akkor még te is úgy bajnok. Így. Nyomjátok neki! Ja, mami névásztósat? Hát igen, én még nem feküdtem itt rá itt ilyen csatornapontos témákra. Már mondták nekem azt is, hogy a VIP-et is lehetne, ugyebár a csatornapontokért. Idővel bármi bekövetkezhet amúgy, igen. Már megint háborúba megyünk. Én ezt nem hiszem el amúgy. Kinyomtam, hogy melyik vazalusom haragszik rám, és szeretne csak izébe lenni. Moldáviára megyünk rá. Bele, és egy börtönben lévő királlyal. Úristen, mekkora ember vagy te. Azt a betyárját. Hát igazából amúgy. Ez csak egy baj, amigo. A másik... A másik helyen is csatázunk. Banyek. Az letelt az az idő. Na mindegy. Ezt nem tudjuk kiváltani.
mindenre nem lepődsz meg. Én se. Igazából most... hogy is van? Most még itt streamelgetek, aztán... mi a fene? Még lesz egy Watch Dogs stream ma este folyamán, aztán nekiülök itt majd a hétvégén, átnézem itt a dolgokat. Ezt a... mit? Csatorna pontos témát is átnézem amúgy. Még van egy két dolog, amit meg szeretnék nézni. Magyarok vezették az árját. Én tudod, mit láttam? Én olyat láttam, hogy... épp egy ránk a sereg amúgy. Hogy... itt volt Magyarország. Elfoglalták Magyarországot szépen. A... melyik időszakot? Az 1066-osat kezdték el játszani. És itt volt fent Jeruzsálem. Kazasztán itt volt valahol. Északon. Meg itt, itt nem is tudom, itt lent délen volt egy olyan ország, aminek valahol keleten kellett volna lennie. És így néztem, hogy aha, értem. És Jeruzsálemet maga a pápa irányította, és így... oké. Okay. Biztos. De ki az Isten vagy amúgy? A testvérem, aki a vazallusom is. Jó. Bihar megye Indiában, az se rossz amúgy. Ó, Istenem, az se rossz. Az a baj, ez nem jó. Inkább haragudjon meg rám egy kicsit. Így. Aztán már békében is vagyunk. Köszönöm. Teljesen jó volt ez a diplomácia. Te ki az atya úristen vagy? Most meg te haragszol itt rám, és most már aztán... na hát, betegeskedik itt valaki. Ágnes Árpád. Jó. Mi van? Ó, hogy az a... na te ki vagy? Igazából amúgy Grundár, mi a cél? Hát... a cél az, hogy minél nagyobb király legyél, illetve, ha jól tudom, ebbe javítsatok ki, hogyha nem így van, elméletileg a császár az, amit még megszerezhetsz rang, hogy császár lehess. Törzsben vagy feudálisban? Mármint mire gondolsz? Én igazából semmit nem csináltam, én meghódítottam csak a Kárpát-Berencét még Álmossal, kedves Árpád Álmossal, és aztán szerencsétlenje meg is halt. Igen, van olyan nézet. Az a baj, ilyenben nem vagyok nagyon jártas. És ezt hol nézem meg amúgy? Térképeknél? Herc... mi történik? Jó, meggyógyult. Na várjál! Hercegségek vannak. Királyságok vannak. Ilyen nagyobb izék, területeknek a Kárpát-medence, meg ilyenek. A vallás. A kultúra. És a házak, az Árpád ház. Vagy még ugyebár ki lehet választani... ez nem tudom mi. Ez nem tudom mi. Jézus! Ez az Árpád ház. De igazából amúgy fogalm sincs, amit kérdeztél. Az a helyzet, hogy ennyire nem vagyok jártas a témában. Felnőtt a kislányunk. Az jó. Na, akkor keresünk is neked valami szövetségest. Azt mondja, hogy... na, azt pipáld be. Köszi. Igen. 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 Jó. És akkor nézzünk valamit. Várjál. A
A lila foltos az a milyen fejlett a területed? A lila foltos, hogy milyen fejlett a területed? Igen? De várjál, melyik volt a lila foltos? Ez? Ja, ez, ugye? És minél lilább, annál fejlettebb a terület, mi? Igazából amúgy szerintem tökre jól állunk. Szatmár, Szabolcs, Békés, Csanár, Bodrog, Bács, Keve, Krassó, Torda, ezek mind nagyon jól állnak. Ja, a sárga a legjobb? Hát akkor hurrá, akkor mégsem állunk jó. De miért? Hát akkor mégsem állunk jó. Hát figyelj, igazából még erre a témára nem feküdtem rá, nem... Az előző részben ott fejeztem be a témát, hogy... Igazából most itt növeljük a kontrollt. Jó. Ott fejeztük be a témát, hogy... meghalt Álmos, és átvette a fia az uralmat. És még most hoztam helyre itt a dolgokat, meg szövetségesek, meg még most is szövetségeseket igyekszek keresni. Meglátjuk, meglátjuk. Aj, de nem... Így akarok, köszönöm. De hány éves vagy? 16. Jó. Kiválasztottam azt, amit az előbb mondtál? Akkor mindjárt megnézzük. Korlátja szerintem... Ha jól tudom, 600-ot lehet menni, az azt szerintem olyan 1500-as évekig lehet elmenni benne. Kék, barna, zöld foltok. Akkor megvan, melyiket mondod, igen. Akkor megnézzük. Ez volt az. Kék, barna, zöld foltok. De igazából ez nem tudom, hogy ez mit segít. Másik. Ez az akkor. Ez kell neked. Kék, barna és zöld. Ez kék, barna és zöld. Klán. Feudális. Klán. És mi a harmadik? Azt pont nem tudom lefordítani. Az mi? Azt mondja, hogy hol írtad? Twitchen. Törzsi. Szerintem akkor törzsibe vagyunk még. És ezt lehet módosítani valahogy. Szerintem mi még egy törzs vagyunk. És ez mit befolyásol nekem amúgy? Ez miben segít nekem, vagy miben nem segít? Úgyisten igazából. Mert ez amúgy jó, csak nem tudom, miben segít, miben nem. Egy törzsben még tudok portyázni, aha. Értem. Értelek. És szabadon tudok, hát mondjuk amúgy szabadon nem tudok háborúzni, most nem azért. A szabadon háborúzás az azt jelenti, hogy most én mondjuk ide rá, nem őre, nyitra. Ja, most háborúban vagyunk. De úgy igazából úgy szabadon akkor tudok háborúzni, ha megvan a megfelelő presztízsem. Ha meg nincsen rá megfelelő presztízsem, aha. Jaj, igen, aha, értelek. Értelek. Akkor igen, akkor még törzsibe vagyunk. Akkor teljes mértékben törzsibe vagyunk. Így is van. De sok emberhez nem tudom hozzáadni, hogyha szövetségest akarok keresgélni. Az meg úgy cink. Banyek. Az úgy baj. Az úgy eléggé bajos. Itt van két család, akikkel itt tudunk itten szórakozni.
És az egyik ráadásul. Ez itt micsoda? Ez itt a sereg. Nem biztos, hogy a seregnél tudom azt váltani, de lehetséges, lehetséges. Vagy igazából lehet, hogy itt tudunk váltani, nem? Nem nagyon tudok váltani semmit. Hát ezt majd, micsoda? Streamen kívül átnézem. Átnézem, hogy mi micsoda pontosan, és akkor megnézzük, hogy minek milyen haszna van, mi milyen lehetne. Ilyen pillanatban meg azon gondolkozok, hogy lehet-e elengedem azt a témát, hogy szövetséges legyen a lányomnak, inkább az legyen, inkább az legyen, hogy valami jó férjet keresni neki. Az a baj, hogy... Ez mindig... Nézi. Kalap kaki. Szebben nem tudom megfogalmazni. Jézusom. Hát lányocskám. Hát, nem tudom, hogy lesz neked itten férjed. Ha értelek, hogy jelen pillanatban az a vicc, hogy így sem egyszerű a sereget eltartani, mert most meg presztízsbe kerül a sereg. Az sem éppen jó jelen pillanatban. Ezért nem nagyon ugrándozik a presztízsem jó irányba. Egy 50 éves izé vén emberhez nem adlak, most ne haragudjon meg senki se. Ennek meg még serege sincs. Csak igazából az apjának, akitől meg utána hallgathatom a sok hülyeséget, hogy ő így akar háborúzni, meg úgy akar háborúzni. Jó, Jesus, Jesus. Jó, van még 16 évesen, nem kell házasodni. Na, nyugodjon lefele mindenki. Nem kell a háború még 16 évesen, de egy valami kell, az pedig a vadászat. Így is van, le kell nyugtatni itt az öreget, mert nagyon stresszes. És hogyha már ennyire szarul áll a téma nekünk gazdaságilag, akkor növeljünk rajta. Valami olyat kéne keresni, a bevételt növeli 4/10-del, az már is jó. Én nyomok egy ilyet, így is van. Jó. Okay. Növelni kell, úgy látom, mert akkor buták vagyunk, mint a fene. Na hát, az anyár úristenét. Hát jó, hát a lányomnak egyelőre nem találok semmit, ami jó lenne. És az baj. Az nagy baj. Van presztízs. Itt is növelhetnénk témákon. A presztízsemet tudnám növelni ezzel. Meg fogom nézni mindenképpen. Nekem a pénz se lenne rossz, ugyebár. Presztízs növeljünk. Kontroll, a kontrollunk az nő havonta. Hát legyen ez. Már tudom, hogy most amúgy rosszkor választom ki, mert amúgy a presztízsem megy lefele, mert harcolok közben, ugyebár. De mi van akkor, ha én azt mondom, hogy a csá csumi csá, harcoljatok tovább, öcsém. De én léptem gyíkalcok. Ja, akkor is megvagytok. Sőt, egész pofásan álltok amúgy szerintem, bár nem harcoltok. Én igazából ebben a háborúban nem vesztek semmit. De a seregem, ha folyamatosan kint van, nem fogom tudni ellátni a presztízsből. És a lányomnak meg nem találok senkit, aki jó lenne.
De itt akarom én őt tartani amúgy? Vagy csak szimplán egy szövetséges? Biztos, hogy a lányomat feltétlenül itt kéne tartanom. De majd kiderül. Sereg sincsen. Te. Na de várjál csak, mi újság van? A vazalusomtól az utolsó levelem. Ó, RC-t, ez már majdnem, mintha magyarul akarnám mondani. Ő meséli. Te ki a fene várat vagy amúgy? Te itt vagy. Kazán. Ő itt Kazán. Kazánnak a... Oberhajt Livia. Szóval neked van egy felettesed? Aha, Onika a király. Én szeretném megkötni ezt a házasságot. Jelen pillanatban amúgy... halálom után jelen pillanatban... A fiam örököl mindent, most jelen pillanatban ilyen öröklési rendszer van, szóval jelen pillanatban még nem állok rosszul, mert nagyapa után is megörökölte az unoka dolgokat, úgyhogy nem állunk rosszul. Nagy és erős. Ausala kigyógyult a betegségből. Hát ennyi. Ó, Istenem. És már terhes is a szeretünk. Igazából amúgy én amit szeretnék majd, tudom én, hogy ez a tátosizmus ez így ilyen hú de jó meg minden, mert mi teremtettük meg a tátosizmust úgymond Ámos vezetésével, és tudjuk farigcsálni is a tátosizmust, hogyha szeretnénk. Bármilyen szépségét is, szépét, jóját, mindent meg lehetne tenni, illetve azt is tudom, hogy vezetőt lehetne adni a tátosizmusnak, úgy, mint a katolikus vallásnak, vagy bármelyik vallásnak, mint a pápa, de nem tudom, hogy ezt szeretném-e igazából. Valahol néztem amúgy, itt néztem. Aj, na, még egyszer. Itt néztem amúgy, hogy lehetne adni neki ugyebár egy felsőbb vezetőt, ájt a világvezetőt lehetne adni neki. Nem tudom, hogy az megérné-e, jó lenne. Ez már nagyon sokba kerül, 5350 pontba kerülne. Nem akarok amúgy új vallást létrehozni, nekem a... Nekem a... micsoda? A katolikus vallás az feküdne. Úgyhogy lehet, hogy fel fogják venni itt a kereszténységet, itten majd a dolgok folyamán. És hát még amúgy nem is vagyunk elmaradva, 900-ban járunk most. Magyarország a vallást, a kereszténységet 1000-ben átvette. Úgyhogy jó lesz az, mert a pápa az adogat pénzt. A pápa szeret minket. Így szeretjük a pápát. Azt mondja, hogy egy lányunk született, aki virág lesz. Teljesen jó. Nagyon jó. Úr, Isten, a család mekkora. Amúgy ez a tátosizmus, ez arra jó, hogy a család az olyan nagy legyen, hogy elsírod magad. Ez a családfa azért... Pú, basszus. És aki megalapította az egészet, Álmos. És Árpád leszármazottai vagyunk mi. Csodálatos névvel Linutika. Keve. Gráf. Tarkacuc. Gráf Tarkacuc. Ez a család, ez...
Ez a fa már egyre nagyobb kezd lenni. Már lassan olyanok leszünk, mint egy jó angol dinasztia, úgyhogy alakul ez. És ha minden igaz, Elek lesz a következő uralkodó. Ha minden igaz. És őt követi majd. Hát nem tudom amúgy, hogy a Elek második ezen a néven. Na, ilyen szépen fogalmazzuk amúgy. Hát úgy igazából senkit nem tud feleségül venni. Úgy tök jól állunk. Hoppá. Ezt az ágat most már kihúzom. Jó. A háború az még eltart. 11.000 fős sereg, 5.000 fős sereggel szemben. Hát igazából a presztízsemen kell most növelni. Nem tudok mit tenni ellene. Sajnálom. Jó. Ez a banya már megkedvelt engem legalább? Hogy ne kedvelt volna meg? Jó, már nem kell vele beszélgetni. Itt van. Megkedvelt, jól van. Ő nem szeret engem. Tudja lesz, úgyhogy vele is beszélgettünk, mert... Aj, nem jó az. Nem jó az, ha valakivel rosszba vagyunk. Amúgy igazából elrontottam, nem baj. A vazalusaimmal kellett volna beszélgetni. De most őket megoldom. Részben. Csóri vazallusok. Tűvel ezt nem oldom meg, ezt a témát. Vazallusom és harcosom is. Jó. Rendben van. Hát igazából a területünk az egész pofás. Beharcok vannak itt a vazallusok között. Azzal most úgy nem nagyon tudok mit kezdeni. Hát ezeket a címeket, ezeket majd rendbe tesszük. 3620 fős a sereg. Az egész pofás amúgy. Egész sokan harcolunk itt amúgy. Jó. Egész jó, rendben van. Hát ez a király itt magányosan van. Amúgy mi van a bizánci barátunkkal? Ővele valahogy össze kéne barátkoznunk, mert azért alulról egy 9000 fős sereg az anyárat. Beszélgetni kéne. Szövetségesen meghalt. Az nem jó. Veled komán veled beszélgetnem kéne, mert így nem leszünk jóban. És az asszony megint terhes. Álljatok már le most már. Most már aztán leállhatnátok, de komolyan. De ember? Figyelj már, ezek nem is harcolnak most sehol. Itt a széleken. Ó, hogy az a... Hát amúgy... Most nem mondok el semmit. Magyarország, Lengyelország. Horvátország, Szerbia, Valacsaja, Bulgária, Moldova. Na, azt lesett. Úristen, Schulz, úristen, ne! Ne, Schulz, ne! Köszönjük szépen, elég volt. Na váljátok, most a bizánci... A bizánci úri emberrel kéne barátkoznunk. Nem nagyon tudunk vele barátkozni. A presztízsemet azért nem fogom lerontani, hogy most itt veled itt így. A kárpátiai címet össze tudnám szedni, és ekkora lenne Magyarország. Azt mondanám, hogy jók vagyunk. Hát ahhoz még kell egy Moldávia. Ez itt ez a narancssárga, a Rába, a Nyitra. És annyi. Ugye? Jaj. Igen. Jó. Meg
az meg lesz, az majd reméljük. Valami szövetségeset találtunk. Ó, mi ez? Berserker! Hello! Hát ez maci. Hello! Az Isten rúgja meg! Mi történt? A riválisom meghalt, és ezért boldog vagyok. Na, azt hittem már, hogy már megint egy barátom halt meg. Na, ennek örülök. Új birodalmat? Mármint mire gondolsz új birodalom alatt? Mert azt tudom, hogy olyat tudok csinálni. Valahogy ki lehet választani, hogy ezt most őket itt hagyom. És azt mondom, hogy valaki mást kiválasztok, hogy vele folytatom tovább. Hogy új birodalom címszó alatt mire gondolsz, azt nem tudom. Ezt a területet meg lehetne szerezni. De nem akarom megszerezni. Megint lányom született, Jolán. Legyen. Mondja. Bizánci király, ez nem egy egyszerű eset amúgy. Az Isten rúgja meg, Makedónia. Ez a Makedón dinasztia, haló. Az a nyárat. Vannak utódai már, jó, oké. Igen, de rosszba vagyok amúgy. 56 arany, normális vagy ember? Beteg állat, na, 100%-os lett. Nem tudunk szövetséget kötni, miért nem? A rangunk miatt, egyrészt. Igen. A vallásunk az, ami nem passzol? Meg hát háborúba vagyok. Aha. Értelek. Ja, hogy a többi opció között, aha. Nem tudok most semmit se. Mit tudok csinálni? Háborút? Igordanunk Gründen. Egy nagy háborút tudok indítani. A magyar kultúrát lehet itt ráerőszakolni itt a dolgokra. De nem, a magyar kultúrát lehet felvetetni itt mindenkivel. Ez kell 2000 presztízs. Átálljunk a magyar kultúrára. A feudális életet lehetne felvenni. Party Joker. Azért játszok németül. Mert egy, nem igazán kenyerem az angol, kettő, Németországban élek, és hát németülkkel beszélnem itt, és németülkkel élnem, úgyhogy akkor illő, hogy akkor már németül is tanulok jobban, és hol máshol nem, hogyha egy ilyen játékban is esetleg németül tanulok, de azt mondom neked, 6 órától megnézheted azt, hogy például a Watch Dogs másoknál milyen angolul, de nálam milyen németül, mert a Watch Dogs is. Aj, németül fog menni nálam. Igen, 2000 fős sereg, illetve egy 3000 fős sereg, egy 1000 fős sereg ellen, és egy 2000 fős sereg ellen. Jó, ott vagyok. Igen, megyek oda is háborúzni. Te is Németországban élsz, király. Na látod? Van egy közös pont. Jó, hát kiküldöm a seregemet, muszáj. Le kell zárni most már a háborúkat. Egy 4000 fős sereg, egy 10000 fős sereggel szemben. Jó, oké, rendben. Ez hol van? Party Joker. Köszi szépen a követést. Üdvít. Azt mondja, hogy hát most már ezt itt le kéne zárni, gyerekek, mert ez most már itt kezd vicc tárgya lenni.
kezd vicc tárgya lenni. De miért haragszol rám, amikor én háborúzgatok amúgy? Most már kezdem unni amúgy a témát. Figyelj már! Te nem akarsz itt házasodni, meg ilyenek? Mert nem akarsz szövetséget kötni velem. Ez itt a baj. Hopp! Ki tudunk valamit tanítani az Árpád háznak, az Árpád dinasztiának inkább jobban mondva, amit mindenki megkap a családon belül. Ezt tovább vihetnék, ezt az örökséget. De... állj már meg, te játék már. Állj meg. Barátságosabb is lehetne mindenki. Igen. És... hát így nekem ez kell. Így. És a fiunk felnőtt. Hát neki is valakit találni kell. Igen, most nevellek én téged. Az nem érdekel. Ez se érdekel. A fiamnak kell találni valakit gyorsan. Szövetségest kéne keresni. Szövetségesekkel rosszul állunk. És ha van valami jó szövetséges... hoppá. Hát ez az öreggel már szövetségben vagyok. Na, menj vissza, köszi. Tudom. Ezek az északi jó madarak, nem tudom, hogy szeretnék a szövetségbe lenni. Igen, Grundál, tudom. Nem felejtettem el, bocsánat. Az a baj, semmi olyan szövetséges nincs, amire azt mondanám, hogy... uhú! Nem állunk jó viszonyban senkivel, hogy oly híresek legyünk, hogy mindenki szövetséget akarja velünk kötni. Igen. Hát akkor azt lehet, hogy most hanyagoljuk. Hoppá, nem akartam kattintani, ne haragudjál meg, de... úgy azt kéne, hogy mindenkit leigázni a picskuba. Igazából amúgy nekem a célom az lenne egy normális dinasztiát képíteni. És amúgy semmi nagyra törő vágyak. Ez ennyi. Ez a Kárpát-medencei címet megszerezni. Az lenne csak az, ami engem érdekelne. És minél jobb szövetségeseket találni, mint például Bizánc. Akinek amúgy fogyatkozik a serege. Hirtelen amúgy betoltam, mert itt hirtelen egy nullával többet láttam. Nem tudom, hogy lehet-e uralni a teljes mapot. Én láttam olyat, aki így megfogta, és így ezt a területet így birtokolta már. Biztos lehet amúgy uralni az egész mapot is. Ahhoz azért elég nagy kitartás kell, és elég nagy elszántság. Nem tudom amúgy. Na de srácok! Itt tényleg tartok akkor a biószünetet, meg egy szeretnék még enni is egy kicsit, és akkor szerintem 6 óra és 6 óra 15 között jövök egy kis Watch Dogs-szal. Szeretnék már azt is játszani. Úgyhogy, hát igazából a királyunk az kezd öregedni. Az alapokat lefektettük itt Magyarországon. Szövetségesekkel még nem úgy állunk, mint hogy szeretnénk. De, ja, megvagyunk. Úgyhogy, ja.
legközelebb majd meglátjuk. Addig áttanulmányozom itt a dolgokat, amit itt Molnár Ferenc Máté, nem tudom milyen néven szólítsanak, úgyhogy most így szólítottalak. Itt javasolt meg itt tanácsot, hogy feudalizmus, törzsi rész, meg minden egyéb dolog. Azt is megnézem majd úgy, hogy ja, legyetek jók, később érkezem, aki ott lesz, az ott lesz, aki nem, annak további jó szép éjszakát, és jó hétvégét, pacs mindenkinek, hello, hello.